Sziasztok, Smoky vagyok, üdv mindenkinek, folytatjuk tovább a Valheim sorozatunkat. Azt találtam ki, hogy gyorsan levadászunk még egy pár vaddisznót, remélem, hogy találunk gyorsban, és akkor csinálni akarok pajzsot, és akkor a pajzsal majd szépen benézünk a fekete erdőbe, a Black Forestbe. Azt hiszem, hogy 4 ilyen malacbőrt kell összeszednünk, és annyi kell a pajzshoz. Jó, hát ez nem volt nehéz, ez itt volt nagyon közel. A szegény szarvas, sajnálom őket, megmondom őszintén, de hát vagy ők, vagy én, nyilván nekem szükségem van a lútjukra. Kénytelen vagyok sajnos levadászni őket. Oké, meg is érkeztem, és sikerült összeszedni a disznóbőrt. Van ebből is, úgyhogy szerintem meg tudjuk csinálni a bőrpáncélnak a felső részét. És még ami érdekes, találtam répamagot, karotszidet, úgyhogy hamarosan el fogunk tudni kezdeni farmolni is. Mondjuk kicsit az még odébb van, de eljutunk oda is hamarosan. És közben, ami barkácsolunk, felrakjuk sülni a kajákat is. Ez is hagyj üljön. Kijavítjuk a szerszámokat. Akkor ugye az alsunk az megvan, akkor csinálunk egy felső részt. Ledőlt tunik, így majd fel fog menni 4-re a páncélzatunk. Nem egy nagy szám, de egyelőre ez a legjobb, ami elérhető sajnos, hát ez van, majd szépen fejlődünk. Következő dolog, csinálunk egy fa shieldet, vagyis egy ilyen wood shield, vagyis egy fa, hogy hívják, pajzsot. Meg is tudjuk csinálni. Szuper. És azt nézem még, hogy tudnánk esetleg upgrade-elni a klabot, hogy mi kell. Ja, hát ez kellene, ez a bone fragment, az nincsen. Mi kell a fejszélhez? Hát ez igazából csak kő kell, úgyhogy ez nagyon jó. Akkor ezt tudjuk upgrade-elni. Itt a kőfejsze. És tovább tudjuk még jobban upgrade-elni. Nagyszerű, sőt. Várjunk csak. Ez már 3-ason van, igen, ahhoz már majd 4-es upgrade kell, tehát a 4-es workbench upgrade kell hozzá, az most per pillanat. Nem még elhiszem, hogy tudunk bármit csinálni. Hát nem. Ezt nem tudjuk tovább upgrade-elni. És van még a wood shield, de még azt akarom megnézni, hogy ennek mi kell az upgrade-jéhez. Kéne hozzá 2 darab ilyen leather scrap, de hát ugye nincsen. Ezt szépen visszadobjuk, azt mondja, hogy kezdünk most már a húsból is elég jól állni szerencsére, mert már kajára nagyon nincsen gondunk. A szuper fejszínk, igen, most már egészen jó. Egészen jól megy. Ez most már fel van upgrade-elve 3-as szintre, egyébként, hogyha megnyitjátok az inventory menüt, akkor itt a szerszámok meg az eszközöknek itt a jobb sarkában lehet látni, hogy hanyadik szinten vannak. És most már a Black Forestben vagyunk, ha megnézitek a jobb felső sarokban a térképet, ott már ki is van írva. Ez most már a Black Forest. Találtunk Blueberry-t. Ez csak úgy, mint a Raspberry, ez, mind a kettő, ezek így újra termelődnek. Ezekben a bokrokban látom gombát, és itt szalad a szarvas, nem hiszem el. Ajjajajaj. Gyere ide. Sikerült elkapni. Mákon volt. Most nagyon sűrű lett itt az erdő egyébként, ez nem szokott ennyire sűrű lenni. Na és most érkeztünk itt egy érdekes dologhoz, itt egy ilyen tin deposit.
ilyenkor lesz érdekes, ilyenkor válik érdekessé ez a pikex, ugye a csákány. Ez is egy fontos alapanyagunk lesz, ez ma kellni fog a bronzhoz. Megint itt a madár. Hát itt elmondja, hogy itt mit kell csinálnunk ezekkel a dolgokkal, tehát ez majd még odajöbb lesz. Hát ahhoz, hogy tudjuk használni ezeket a nyersanyagokat, ezeket a fém nyersanyagokat. Látom például most Flintet. Ahhoz majd építenünk kell ilyen kemencéket, mindenféle egyéb dolgokat. Hamarosan eljön az ideje. Hopp, itt egy csontvázna. Ilyen, ezzel még nem találkoztunk. Most már felveszem a pajzsot is magamhoz. Ó, megint van blueberry. Nagyon jó. Ott van fent a csontváz, oké, ez már ilyen nyilas. Valószínűleg ezek őriznek valamit. Látom is, hogy mit. Kaptunk egy csontváz trófeát. És íme. Ez nem más, mint egy ilyen temetkezési ilyen szoba, vagy nem tudom, burial chamber, becsületes neve, amit most be is fogok jelölni egyébként. Ez csak úgy hívom, hogy burial. Hát ez igazából bemehetnénk most is talán, de ez egy elég, lehet, hogy előtte meg kéne csinálni legalább a sisakot. Ez most itt meg van jelölve legalább. És ezt már tapasztalatból tudom, hogy amikor van egy ilyen burial chamber, akkor itt viszonylag kis távolságon belül van mellette egy másik burial chamber, és lesz még egy dolog, amit most előre nem árulok el, majd ha odaérünk, akkor meg tudjuk. Van egy ilyen kőtorony. Ezt is éppen csontvázak védik. Ez már egy kardos menyecske. Csak le van fogyva mondjuk, tiszta csont és bőr. Inkább a csont. Bent van egy nyilas. Ezek a tornyok általában tartogatnak ilyen ládákat magukban, ami tartalmazhatnak értékes vagy értéktelen kincseket. Hát igen, itt lehet, hogy jobb lesz kicsit arrébb menni. Szóval itt már egy teljesen más környezet vár ránk. Itt látjátok, itt már ide több ilyen agresszív mob van, amik itt ki vannak hegyezve arra, hogy lehetőleg kinyírjanak minket. A közben az egyik a kardos skeleton kiütötte a falat, úgyhogy most könnyebb lesz legalább eltalálni őket. Sikert úgy jól eltalálni, szuper. Na, ez meg lejött annál jobb.
Az elég kemény volt. Majdnem kinyílt. De csak majdnem. Ezt már szépen leszedjük. Azaz. Más nem igen lesz ott, úgyhogy felmenjünk, megnézzük a ládát. Van olyan, hogy nincs is láda egyébként, tehát lehet, hogy feleslegesen csináltam ezt az egész harcot. Van ez a kis csont. És hát igen, ahogy mondtam, itt nincs is láda ráadásul. Na nem baj. Ezeket legalább kinyírtuk. Legyünk itt egy kicsit ebbe az irányba, és ott a térképen egyébként lehet látni, ugye mindig, ahogy haladunk jobbra-balra, egyre jobban tisztul ki körülöttünk, ugye a tér. Na, itt egy láda. Na, találtunk ebből a Flint Hederóból. Jó, ez, oké. Okay. Blueberry. Nagyszerű. Ami viszont nagyon szuper lenne, nagyon jó lenne találni még ebből a tin depositból. Ezek általában ilyen vízpartokon szoktak lenni, ott van is egy. Okay. És lesz még egy nagyon fontos nyersanyag, a copper, a réz, amit szintén itt fogunk megtalálni a Black Forestben. Itt meg van az a világítós virág, ez a tisztel, ez a későbbi ebben lesz nagyon fontos alapanyaga a főzésnek. Elég ritka, nem sokat lehet belőle találni, úgyhogy ezt az összes mindent fel kell szedni, amikor az ember így jön-megy, mert ez ilyen értékes anyaggá fog válni. Most per pillanat nem tudjuk használni semmire, de későbbi ebben az lesz. Na és elérkeztünk arra a helyre, amiről az előbb beszéltem. A lakójával még szerencsére nem találkoztunk. Ott van az a barlang a távolban, ha látjátok. És ez pedig egy copper deposit. Na ez az, amiről beszéltem, itt lesz ugye ez a réz. Ezeket ilyen nagy, ilyen dombokon lehet megtalálni. Hogyha ráviszitek a húzolt, akkor ki is írja, hogy copper deposit, úgyhogy ez egy jó dolog, ezt megint csak bejelölöm itt a térképen. Az inventorink eléggé tele van, az az igazság, úgyhogy annyit fogunk csinálni, itt lehet, hogy lesz egy két dolog, amit kidobunk. Most hirtelen például azt a követ, hogy legyen helyünk a coppernek, valamennyit megpróbálok kiszedni. Annak a balannak a lakójával remélhető, hogy nem fogunk most találkozni. És íme az új anyagunk, copper ore. Hoppá. Aja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 j
Oh, du siehst, was gefunden hat, ne? Elementar Stamina anscheinend steuern. Hát a persze, most jut eszembe, hogy most már van nekünk ez a szupererőnk, úgyhogy ezt gyorsan beaktiválom. Elbújunk itt a kő mögé, az F gombbal lehet aktiválni a szarvas erőt, ami, hogyha emlékeztek rá, az erőt adja nekünk, extra erőt, hogy jóval lassabban fogy a staminán, tehát ilyen esetben nagyon hatékony tud lenni, amikor el kell slisszolni. És még egy érdekes dolog, amit tudni kell erről a játékról, vagy hát itt a mechanikáról, hogy a különböző biomáknak ezek az agresszív mobjai, ezek egymás felé is agresszívak. Mert például, hogyha egy csontváz összeakad ezzel a szürke manóval, ugye aki
őshonos a Meadows biomában, akkor ott nagyon nagy valószínűséggel egymásnak esnek, és ez általában egymást részesítik előnybe velünk szemben, ami nagyon jó mi esetünkben, úgyhogy már van három ilyen kapőróram, ami azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy vissza is megyünk, hova menjünk is. Most ahhoz, hogy tudjunk építeni ezt az olvasztót, ahhoz elni fog még egy anyag, amit a burial chamberökben tudunk most per pillanat megtalálni, úgyhogy majd most a következő nagy dolog az lesz, hogy oda be kell, hogy merészkedjünk, bármennyire is veszélyes a dolog. Így néz ki a vihar kívülről. Átautam az éjszakát, de ennek ellenére is a vihar az nem állt el, úgyhogy most elvileg most nappal van, bármennyire is nem tűnik annak. Hát egyébként ilyenkor, amikor vihar van, vagy eső van, vagy akár ha csak vizesek vagyunk, ezt lehet látni, hogyha vizesek vagyunk a jobb felső sarokban, most ki van írva, hogy wet, tehát nedvesek vagyunk. Ez 2 percbe kerül, hogyha mondjuk most áll az eső, akkor 2 percbe kerül, míg ez lemegy. És amit tart ez az állapot, ez a vizes állapot, addig sajnos sokkal nehezebben regenerálódik az életerünk is, meg a sztaminánk is. Van egy ilyen mellékhatása, úgyhogy meg kell 2-szer is gondolni, hogy kimerészkedjen az ember, amikor eső van. Megpróbálunk visszamenni ez a burial chamber, és lehet, hogy akkor bemerészkedünk, megpróbáljuk széjjel szedni a ott lakókat. Nem könnyű, hát ezzel a felszereléssel most, amivel rendelkezünk, ez még nem egy könnyű dolog, de megoldható. Lehet, hogy ki fogunk púlcani 1-2-szer, akkor majd vissza kell szaladni, nem lesz könnyű dolog, de ez van. Na, lássuk. Burial Chambers. Nem tudom, mennyi fog látszani a videóban, mert ez egy sötét hely, de... Na, itt ebből találtunk egy dolgot, tehát ez az, amiért jöttünk igazából, ez a Sertling Core. Ez fog kelleni, itt már ki is jött ugye az új building recept. Ez fog kelleni a smelterhöz. Vannak ilyen világítós gombák. És itt van egy csontváz spawner, ezt gyorsan kiszedjük. Ez spawnolja folyamatosan a csontikat. Fú, van egy 2-es csontváz, ez nagyon durva. Azzal inkább most nem veszem fel a harcot szerintem. És itt legalábbis itt várok kint. Ott az a 2-es, jó, az nagyon kemény. Próbálom ide felhozni, de hát azt szerintem... Lehet, hogy ki tudjuk nyílni a szerencsénkon. Most elment arra valami miatt. Oké, le fog az menni. Nem is látom egyébként egyáltalán. Meglövöm és elszalad ezt a csávót. Hozza ki a többieket. Úgy látom, hogy erre a kőre nem tudnak feljönni, erre a beállati kőre.
Ezt eddig még sose vettem észre, jó tudni. Az már mindjárt megadja magát. Éppen hogy? Hát ennek már egy lövés kell. Napon nem tudtam meglőni. Na gyere csak ide. Oké. Okay. Az a vicces, amikor már az ember ugye fejlettebb dolgokkal rendelkezik, ezeken a böréjel csembelöken úgy szoktunk így keresztül menni, hogy gyakorlatilag így meg se állunk a... Le se lassítunk a... Hoppá, itt van három ilyen szöltelünk por. Hát le se lassítunk a csontvázaknál, csak így ütünk egyet, és már hullan a szét, mint a ropi. Ezeket felszedjük, és itt lesz egy érdekes dolog. Itt van ez a register location. Ezzel a kővel tudjuk beregisztrálni a következő boss-t, ez az Elder. Meg is jelent a térképen. Itt lesz valahol, hát a szerencsénk van, lehet ugyanezen a szigeten valahol most vagyunk. Ugye még itt ebben az irányban még nem voltunk, nem tudom, hogy meddig tart ez a sziget, amin vagyunk. De ha mákunk van, akkor lehet ugyanezen a szigeten van. Egyébként még nem is mutattam, hogy mekkora, tehát ekkora a térképünk. Hát elég nagy hely van itt, amit még fel kell, hogy fedezzünk. A térképnek a széle az ilyen leesős, tehát hogyha ott mondjuk hajóval oda mész a szélére, akkor egyszer csak bum, leesel, tehát ilyen érdekes. Nem olyan, mint a Minecraft, tehát ugye a Minecraftnél ott ilyen végtelen nagyságú térkép van, és itt még van egy-két dolog, ebből az emberből van három darab. Nézzünk szét. Oké, itt pedig ez egy chest, ez egy láda. És ez még nem találtunk ilyet, ezt a rabit. Rubin. Magyarul. Itt ezt az oldalt felszedtük. Így kiszedtük. Viszonylag oké, okay, viszonylag sikerült. Elég jól. Lesz még középen egy folyosó, meg van egy bar. Én úszottam mindig, hogy ne tévedjek el, hogy ne veszítsem el a fonalat, hogy mindig először elmegyek jobbra, elmegyek balra, aztán középre. Nekem ez a szisztémám. Itt egy csont. Gyere, öcsém. Szépen kicsalogatjuk. A gombákat felszedjük, ezeket is meg tudjuk majd meg lehet enni ezeket is. Meg ez is használható főzésre, sőt, akár világításra is. Jól látom, ott lesz egy spanner ott bent. Igen, úgy tűnik, hogy lesz egy spanner, jó. Nem jó hír. Ez itt ebben az irányban ennyi volt, itt se láda nincs semmi, oké. Okay.
Oké. Okay. Sikerült megölni őket, meg a spannert is. Elszámoltuk. Szuper. És itt is van. Szöltelen kor. Nagyon jó. Meg is fogjuk tudni építeni a dolgokat, amire szükségünk van. Nézzük, mi van a ládában. Úgy egy-két dolgok ki kell, hogy dobjak, ami nem annyira fontos most nekünk, azt mondja. Hát igazából minden fontos, de hát a fát szerintem azt fogom itt hagyni. Meg még valamit ki kell, hogy tegyek. Ezt az egy darab hús kirakom. És akkor fel tudjuk szedni ezt a Ember Pearl-t. Ez is egy ilyen eladható dolog, amit el tudunk maradni a kereskedőnek, amit találjuk. Oké, tehát akkor ez az ág is fel van számolva. Hát ugye erre voltunk, innen jöttünk, oké. Innen jöttünk. Itt meg már voltunk, oké. És akkor maradt még ez a középső folyosó. Itt nincs semmi. Viszont szerintem lesz valami. Na, itt is van szövetlenül kor. Hát ez nagyon jó. Ennyit nem is hittem, hogy fogunk találni. Sok esetben nincs ennyi. Úgy most az a baj megtehet. Igen, ez csak egy 10-es stack, tud ez a szövetlenül kor. Úgyhogy ez a Burial Chamber az ennyi volt. Minden felszedtünk meg ezeket a gombákat. Ez ebben a ballagomban egyébként érdemes vissza-vissza jönni, mert ezek a világító gombák, ezek a yellow mushroomok, ezek újra spannolnak egy idő után, úgyhogy ennyiből jó. Na, rossz hír az, hogy közben beesteledett. És kalapácsos menüben, viszont most itt történtek változások, megjelent ugye két dolog, itt van ez a smelter, meg itt van a charcoal kiln. Na most ezzel a dologgal fogunk tudni szenet égetni. Fából, tehát fából szenet tudunk csinálni, ami ahhoz kell, hogy tudjuk fűteni ezt a smeltert, ezt az olvasztót. Úgyhogy ezek a dolgok vannak, mind a kettőben fogjuk tudni csinálni szerencsére. Ha lesz a légkövem. Van a légkő, jó, szuper. Ezeket felépítjük itt kint. Egyenlőre. Aztán majd, ahogy alakulnak a dolgok, akkor majd ezen változtatunk. Oké. Na, valahogy így. Hát ez most elmondja, hogy miket kell csinálni ezekkel, de ezeket majd mindjárt elmondom én nektek, úgyhogy most így bepakoljuk a fákat. És hogy nyomogatni kell az ebetűt, ha van az inventoringban fa, akkor azt automatikusan berakja őket ide. Ide pedig már is be tudjuk tenni smelterbe, ami nálunk volt ez a pár darab copper deposit. Elébb befűtjük szénnel, és akkor az elkezdi olvasztani most a kapört. És megvan az első kapörünk. És ezzel pedig fogunk tudni építeni egy új asztalt.
Ezt nem tudom, hogy most meg tudjuk-e csinálni, már szerintem több kell hozzá. 6 copper kell hozzá, meg 4 darab szénok. Na meg is van, úgyhogy meg is tudjuk építeni ezt az úgynevezett forge-asztalt. Ezzel belépünk gyakorlatilag a bronz korszakba. Ami hiányzik hozzá, szén meg fa. Na, kész vagyunk. Na nézzük, mit tudunk csinálni. Egyelőre nem sok mindent. Ez hamarosan változni fog. És most kijött az első ilyen tinünk. És abból pillanatokon belül meg tudjuk csinálni. Az első, azt hiszem két tin kell hozzá, meg egy copper a bronzhoz. Nem, bocsánat, két copper kell hozzá, és egy tin. Oké, pont fordítva. Hát igen, az a baj, hogy nincsen több copperünk, úgyhogy majd vissza kell mennünk a fekete erdőbe. És ahogy megcsináljuk az első bronzot, akkor itt ki fog nyílni rengeteg új dolog. Új szerszámok, fegyverek, minden egyéb dolog. A mai részben viszont ennyi fért bele, remélem, hogy tetszett, hamarosan jelentkezem a következő résztel, ami szerintem gyakorlatilag arra fog szólni, hogy visszamegyünk a Black Forestbe, ott fogunk garázdálkodni, mert próbálunk kiszedni minél több copper depositort, meg minél több, tehát rezet és olmot, ugye a tin depositort, és neki látunk itt a bronz fegyvereknek, meg a bronz szerszámok készítésének. Meg hát minden egyéb dolognak, úgyhogy srácok, köszi a figyelmet, Smoky voltam. Ciao.